Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez most fontos számodra. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, hiszen ez tényleg fontos lehet számodra. Itt ez a park. Jelenti a nyilvánosságot. Te megjelensz a nyilvánosságon, de ott a közelben megjelenik a ravaszság. Valaki figyel téged, vagy nem akarja azt, hogy te megkapt az elismerést. Itt a kígyó jelenthet egy nőt. Egy barna hajú nő figyelget téged. Lehet, hogy úgy érzed, hogy mások átnéznek rajtad. Erre is utalhat a ravasz róka. De ez a helyzet elmúlik, hiszen itt megjelennek az egerek, és ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltüntethetik ezt a hamisságot, vagy ezt a szemét, aki eddig figyelgetett téged. De azért légy óvatos, és légy zárkózott, erre utal ez a könyv. Persze, ez a könyv jelenthet egy tovább tanulást is, de az anyagiak miatt, hiszen itt a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, és az egerek ebből el tudnak távolítani valamit, tehát egy továbbképzés az az anyagiak miatt jelenleg nem előnyös. Sőt, az is lehet, hogy ezen a téren valaki téged be akar csapni. Ami szép és kellemes, ami erőt ad számodra, itt látható az életerő, az az otthonod. Vagy a család, vagy a környezet. Itt vannak megújulások, megvan a gyógyító erő, itt az életöröm, a vidámság, a csevegés, hiszen itt vannak szép kapcsolatok. A madarak jelentik a kommunikációt. Tehát a közeledben itt vannak jó beszélgetések, de a nyilvánosságon azért ebben a helyzetben is légy kicsit óvatos, hiszen lehet, hogy valaki közöl veled valamit, és itt van a hamisság, hogy valaki hazudik neked. Vagy egy találkozás a nyilvánosságon, és ott van ez a helyzet, vagy az is lehet, hogy ez a hölgy a nyilvánosságon megjelenik újra és újra, de nem az igazságot mondja ki. Ez a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni. Itt meg lesz akkor majd az anyagiak terén a stabil helyzet. Sőt, itt a nap megvilágítja az anyagiakat, ez olyan, mint egy vonzalom, hogy vonzod a pénzt, és itt van az erő, tehát az anyagiak, azok erősödni fognak, lesz bevétel, lesz nyeremény. Ami még szép ennél a kivetésnél, az a szerelem, a párkapcsolat, megvan a vonzalom, itt vannak az értékek is, hiszen ő értékel téged. Megvan a biztonság érzete. Lehet, hogy ő a múltban zárkózott volt, de az egerek ezt a zárkózottságot eltüntetik, kisüt a nap, itt van az életerő, a belső erő is, hiszen megbízol benne. Ez a kígyó utal egy barna hajú nőre, akivel vigyázni kell. De ez a kígyó lehet egy szőke nő is, és itt megvan a szívélyesség, megvan a kedvesség, a nyilvánosság, a beszélgetések. A szőke hajú nőben megbízhatsz. A barna hajú nővel légy kicsit óvatos. És ez volt a felvétel.
Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!